A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő sója. Ennek a... Só lettünk? Kiben? Hát most az. Az általunk nagyon kedvelt szignálnak a végén ugye a régi játékoknak a game over lecsengése hangzik. Meg hát lassan mondhatjuk, hogy a season over, hiszen majdnem minden fronton véget érnek a csatározások, de azért van még csapatunk, amely harcban áll, és van még miről beszélgetni a fehérvári sport egésze kapcsán, akár az elmúlt szezont, akár már a következőt nézve, hiszen az elmúlt napok egyik híre volt például, hogy immár 10 NB1-es vagy élvonalbeli csapata lesz Székesfehérvárnak a következő szezonban különböző sportágakban. Úgyhogy ha valamikor, akkor most biztos érdemes feltenni a kérdést, hogy hogyan várja a város, és milyen terheket ró ez adott esetben rá. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ismét a kezdőkörben üdvözölhetjük Cserbakovics András polgármestert, akinek ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy majd kellemetlen kérdésekkel is kell szembesülnie. Én azt gyanítom mindig, hogy a sporton belül azért vannak, ha nem is feltétlenül mindig a közönség teszi fel, hiszen itt azért ugyanazért a támogatásért rivalizálnak csapatok. És hát akikkel még ezt megbeszéljük, természetesen törzsgárdistáink, vagy a törzsasztalnál Kaiser Tamás szerkesztő kollégám, illetve Németh Krisztián, aki a FEOL-t is képviseli itt az asztalnál. Szóval, amikor azt olvassuk, hogy egy városnak 10 élvonalbeli csapata van, akkor gyakorlatilag szerintem ugye európai léptékkel sem tudnánk sokat mondani hasonlót. Az más kérdés persze, hogy tényleg ebben a tekétől a női focin át egészen a nyilván a csúcsnak számító labdarúgásig vannak csapatok. Főleg 100 000-es várost. Mert hogy nyilván fővárosokban találsz, ugye Budapesten is van legalább 10, de hogy ekkora méretű várost. Így van, tehát hogy ez egy európai mértéke kisvárosnak számító, és hát nyilván ennek megfelelő forrásokkal rendelkező település esetében, hogy itt azért első a büszkeség, a dicsőség, most ugye a napokban köszöntötte a polgármester hivatalban a tekéseket, a röplabdásokat, ott rögtön kettőt, a női foci csapatnak ma lesz, ha jól tudom, egy üdvözlése, tehát a csupa-csupa bajnoki címet szerző együttesé. Gondolom, hogy azért elsődlegesen erre büszke az ember, a polgármester és a város. Persze, köszönöm szépen a meghívást, és hogy jó témákról beszélgethetünk. Én is ketté venném és választanám a választ. Az első az maga az öröm, boldogság. Egyrészt nyilván sportot szerető emberként, másrészt azért ez városnak mindenképpen egy pozitív marketing értékkel is bír. És hogyha valaki egy teljesítményt letett az asztalra, letett a pályára, és bajnokságot nyert, akkor illik őt köszönteni a városházán, ez ennek a városnak a hagyománya. Úgyhogy így jártunk el minden olyan sportág esetében, ahol erre volt lehetőségünk, vagy valami olyan eredményt ért el, ami nem feltétlenül bajnoki cím, de azt hiszem, hogy történelmi siker, mondjuk a jégkorongozók szerintem elmondhatnak ilyet magukról, akkor szintén megtesszük. Tehát ez az egyik része ennek a dolognak. A szurkolók az ömében nyilván ez a dolog érdekli, kinek vannak kedvenc sportágai, azoknak a mérkőzései szívesen kijár, ott szurkol, és neki az a legfontosabb, hogy azt tudjon egy kicsit növekedni, fejlődni, legyen valamilyen jövőképe. És van a kérdésnek a másik oldala, a finanszírozás része, ahol hát a torta nem tud nőni, egyszerűen jelenleg az a helyzet, ami körülvesz bennünket, legyen az az előző két esztendő Covid-ja, és legyen az a mostani háború, amit mellettünk zajlik, ami nyilván egy gyalázatos dolog az egyik oldalon, a másik oldalon pedig következményei azok hatnak egész világra, Magyarországra is, Európán belül is, nyilván Fehérvárra is. És egyébként jelenleg a költségszintek tekintetében szerintem ez sokkal nagyobb kihívás elé állít bennünket, beleértve a klubokat is, mint önmagában az, hogy most egy-két csapat feljutott az adott sportágban elérhető legmagasabb ligába. Az kisebb plusz pénzigényű jelenleg, mint mondjuk az uszoda villamos energia árának kifizetése, vagy éppen mondjuk a jégcsarnoknak
a működtetési költségeinek a finanszírozása. Ez nagyobb kérdés lesz szerintem ennek az évnek a második felébe, és ez így fog folytatódni, akkor 23-ban pedig különösen. Hát van megoldás, tudom, Sánkhájt vagy Jutak államot ide csatolni Fehérvárhoz, és akkor bizonyos gazdasági potenciálokat ott kihasználni. Nagyon sok realitása van ennek, amit mondasz, Tomi. Egyébként most az jutott eszembe, de ezt most nem fogjuk itt kitárgyalni. Polgármester úr mondta, hogy úgyis lesz majd nem sokára állásfoglalás, hogy ugye az önkormányzatok is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek most itt a gazdasági kényszerítő körülmények alatt. Viszont hát itt, amikor azt mondjuk, hogy NB1-es, meg élvonalbeli csapatok, ahogy említettük is, mindenkinek megvan a maga kedvenc, nem tudom titeket mennyire hoz lázba, hogy élvonalbeli teke mérkőzéseket rendeznek ősztől, vagy a röplabdások, hogy azért sportot szerető emberek vagyunk mi is, nyilván az ember örül, hogy akár népszerű sportágokban lesznek újabbak, vagy úgy vagytok vele, hogy Tomi nagyon szereti a kézilabdát, és akkor látja, hogy most megjelent egy újabb konkurencia a színen, akár a nézőszámot, akár az anyagi forrásokat tekintve. Ja, hát én alapvetően tök örülök ezeknek a dolgoknak. Nyilván a teke az egy viszonylag szűkebb közösség, és egyébként egy marha jó dolog. Én ott a pénteki köszöntőn ugye András megkérdezte a tekéseket, hogy ott amikor meg kimegy esetleg mérkőzésre, akkor lehet-e hangoskodni. Én voltam kint bajnokin, tehát egymás mellé leülnek és csúlyogatnak, hújogatnak, kiabálgatnak, tök jó hangulat van. Azt hittem gurítani. Az nyilván az egy egészen más kérdés minden szempontból, mint mondjuk egy röplabda, ahol pedig tényleg egy évek óta tartó szisztematikus munka zajlik, tényleg ott is az látszik, hogy szuper jó közösséggel, saját nevelésű fiatal játékosokkal. Hát itt az a kérdés, tehát itt szerintem arra kell figyelni a jövőben, hogy ne jöjjön elő az a dolog, mint mondjuk annak idején a Puskás Akadémiánál, akik ugye tényleg fiatalokból álló csapattal följutottak, kiestek, majd rájöttek, hogy jobb az NB1-ben, mint az NB2, és ennek oltárán ugye feláldozták ezt az elvet, és ugye ma már rengeteg külföldivel. Tehát, hogy szerintem nincs azzal baj, hogy mondjuk egy fehérvári röplabda csapat a férfi vagy a női extraligában mondjuk a kiesés ellen küzd egy rahedli fiatallal, és nehogy átbillenjenek, hogy elkezdjük üldözni a harmadik, negyedik helyet többszörös költségvetéssel rengeteg légióssal. Nyilván ennek az egész dolognak az Achilles sarka, meg a kényes kérdés az a finanszírozás, de azért szerintem, ami nagyon fontos dolog, és kiolvasható ebből a sikerözömből, és ez szerintem azért a közösség szemléletéből, hozzáállásából is, meg erősségéből is táplálkozik, ez a fajta, hát hogy is mondjam, ilyen fehérvári DNS, hogy vannak elhivatott szakértő, sport szerető emberek, akár tekében, akár kézilabdában, bármilyen más sportágban. És hát nyilván azért sokakat nem lepett meg ez a fajta sikeresség, nyilván erre az önkormányzat is valahol számított, polgármester úr is, de hogy szerintem ez szintén egyet tudok érteni Kajzival, egy tök jó dolog, mert szerintem ezekhez a sikerekhez a közösség, mert a közösség hozzáállása is kell, és a közösség, hogy úgy mondjam, termeli ki ezeket az embereket, akik ezeknek a sikereknek a bástyája. Ugyanakkor ennek az egésznek van egy másik oldala, amit én itt ott megtapasztaltam, látok, hallok, láttam, hallottam, ami egy nagyon rossz hozzáállás, hogy csináljunk valamit, majd a polgármester, meg majd az önkormányzat ezt megfinanszírozza. És nem baj, hogy két öttusa egyesület lesz, nem baj, hogy lesz két úszó egyesület, mondhatom ugye a triatlont is szintén, hogy jóval, hülyék vagytok, majd elmegyünk, azt majd mi megyünk be az Andráshoz, majd mi kérünk pénzt az Andráshoz. Ez mennyire jellemző, hogy mondjuk amikor valaki létrehoz egy triatlon egyesületet, vagy egy általad említett másik öttusa egyesületet, akkor feltétlenül ebben gondolkozik, hogy neki majd ezt valaki segít megfinanszírozni. Vagy pedig olyan önszervező... Ezek személyes tapasztalatok. Pedig hát beszéltünk olyan önszerveződő dolgokról, amit Krisztián is mond, a közösségből kinövő dolgokról, és azért ne felejtjük el azt se, hogy nem csak az élsportnak van Fehérváron óriási bázisa, akár a tegnapi futást, vagy előtte ugye a Cervona félmaratont nézzük, akár azokat a közösségi eseményeket, hogy itt szeretnek sportolni az emberek, tehát megvan a sportnak az értéke, nyilván ebből is fakad. Azért mondtam, hogy ez az árnyoldala. Igen. Szerintem a közösségépítés az kulcskérdés, abszolút egyetértek, szoktam hangsúlyozni, hogy egy várost várossá,
igazi közösségé két nagy terület tud formálni, az egyik a sport, a másik a kultúra, mert ez a kettő tud bennünket egy kicsit többé tenni azáltal, hogy nem csak érdekélünk itt százezren egymás mellett egy városban, hanem összeköt bennünket sok minden, és vannak közös ügyeink, közös céljaink, közös gondolataink, ami mellé oda tudunk sorakozni. Szerintem a sportélet az ebben egy nagyon szép megnyilvánulási területe, és ebben ugyanúgy beletartozónak érzem a szabadidősportot, az utánpótlássportot, a diáksportot és az élsportot. Sőt, nem is szoktam szeretni, amikor ezeket valaki mesterségesen szembe próbálja egymással állítani, és azt mondja, hogy nem kell annyit élsportra költeni, hanem mindent vigyünk a gyerekek fele. De ha a gyerekek nem látnak maguk előtt példaképet, akkor nem, vagy nem azt a sportágat, vagy nem úgy kezdik el. Nem tudnak kihez oda menni egy pályán, meccs előtt, meccs után, vagy éppen a főutcán egy teraszon, akkor előbb-utóbb az visszaveti annak a számát is, akik egyébként elkezdenek mozogni, elkezdenek sportolni. Szerintem a sportnak van egy jó értelme véve vett divatja, az egészséggel való törődés, az odafigyelés magunkra, szeretteinkre szerintem megnyilvánul már a sporton keresztül, és ennek ezen belül az élsportnak van egy jó reklámja ehhez kapcsolódóan. Egyébként akik most feljutottak zömében, ott azért jó példákat is találunk, mert nyilván a labdarúgásról mindig beszélhetünk, de a labdarúgásnál már korán sem az önkormányzat a legfontosabb támogató, sőt gyakorlatilag, ha mi idén már ezt a 60 millió forintot sem adjuk oda, van egyébként adott esetben ilyen forgatókönyv az elmúlt napok bejelentését követően, zárója bezárva, akkor ez a klub költségvetésében értelemszerűen igazán nem fog megjelenni. 12,5 milliárd, bocsánat, pont ide kapcsolódik, hogy négy évben ennyi bevétele volt. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy a labdarúgásnak, miután annak van tulajdonosa, vannak nagy támogatói, ennek már nagyon kicsi része, ami az önkormányzathoz kapcsolódik, ott nem a női labdarúgás fogja ezt a költségvetést felborítani. Ugye a röplabda esetében sikerült a MÁV előrét megmenteni, mint egyfajta ernyős sportszervezet tud tovább élni, és egy nagy cég, és annak első számú magyarországi vezetője személyében sikerült egy jó gazdára lelni. A szónak abszolút most a jó értelmében. Ez nem azt jelenti, hogy valamit ott nem kell majd a városnak besegíteni, de nem nagyságrendi összeget. A Tech esetében pedig az egy nagyon jó közösség, azt tapasztaltam, és alapvetően a saját dolgaikat maguk megoldják, és ez kérnek a közösség egészétől, a várostól egyfajta hozzájárulást. Tehát igazán nem ezek a nagy tételek, és akkor még a háromszor aláhúzva emeljük ki, hogy mindegyik esetében ez mind a női focira, mind a két röplabdára, mind a Tekére igaz, hogy fehérvári saját nevelésű fiatalokról, vagy Fehér megyei fiatalokról beszélünk, akik valójában az a dolog anyagi értelmében amatőr sportolókon érnek el fantasztikus sikert, egy kicsit a régi idők sportjából valamit megidézve számunkra, és ezért nekik külön jár a köszönet, és talán még egy elem, pont a röplabdásokkal beszéltünk, hogy ugye több száz gyerek sportolását biztosítják most már ők is, és ezen belül szerintem a női vonalon nagyon fontos lehet a röplabda, hiszen a kézilabda mellett akkor lehet valami, amit föl tudunk ajánlani csapatsportákként, látványsportákként a gyerekek, a kislányok vonatkozásában, ott a labdarúgás, tehát akkor a hölgyeknek is rendelkezésre áll sportolási lehetőség. De mondom, a legnagyobb tétel, a legnagyobb kihívás az jelenleg a nagyon leegyszerűsítve a rezsi és a rezsinek a sportra gyakorolt hatása, és rögtön azokkal szólnék, akik ilyen szokták mondani, mert sokat költünk a sportra, nem, a kulturális intézmények fenntartásánál a rezsi az pont ugyanekkora kihívást és problémát fog jelenteni. Egy színház épületnek a fenntartása, a működtetése az abszolút összemérhető egy uszoda épületének működtetési kihívásaival, és akkor erre majd még jön egy jégpálya is. Hát össze kell vonni a kettőt, a színházat meg az uszodát. Egy évek óta feltesszük ezt a kérdést a költségvetés elfogadásánál, és nyilván meg is lehet ezt válaszolni, hogy mekkora az a bizonyos torta, amelyből ugye a szeleteket kell kihasítani, és hát nyilván ez nagyon összetett kérdés, mert a létesítmények fenntartása valószínűleg a legnagyobb tétel ebből, hogy mennyi az a sport költségvetése Fehérvárnak, ha mondjuk az élvonalbeli profi sportot nézzük. Ha a létesítményekkel együtt nézzük, akkor ez meghaladja az 1 milliárd forintot, és néhány nap múlva a tekintetben is egy pontos adatot fogunk tudni mondani, hogy a rezsiáraknak az elszaladása, villamosenergia, gázra gondolva, az mekkora gáz, hogy ilyen rossz poént mondjak, magyarul mi ekkora költségnövekedést fog okozni, de mondom, ennek az összegnek a jelentős része ma már a létesítmény üzemeltetéssel jutó önkormányzati támogatás.
és ami nagyon fontos, hogy a társasági adó kedvezmény rendszer okán az utánpótlásra viszont zömében ez a bizonyos TAO rendszer garantálja és biztosítja a forrásokat a látványsportágok esetében. Sőt, számomra néha egy kicsit aránytalanná is válnak keretösszegek, mert van olyan sportág, aminél a Fehérvárra jutó utánpótlás támogatás, mégiscsak egyfajta közpénzként, az valójában nagyobb, mint a nagy csapatnak a költségvetése, mint élcsapat vagy élsport. Azért szerintem úgy nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a Real Madrid utánpótlás csapatának nagyobb lenne a költségvetése, mint a Real Madrid BL győztes csapatának. Kinevel tehetségeket tekintve nem hiszem. És ezzel az a probléma, hogy mi van akkor, ha majd egyszer nem, vagy nem ilyen szintű lesz ez a TAO rendszer. Hogyan lehet menedzselni és fenntartani majd a sportnak ezt a részét, ami talán egyébként a legfontosabb, hiszen sok-sok ezer gyermeknek, fiatalnak a napi szintű sportolásáról beszélünk. Van egy teoretikus kérdésem, és nagyon érdekel valamennyikötök véleménye. Említettük, hogy ilyen nagyságú város, mint Fehérvár, tényleg extra, hogy van 10 élvonalbeli csapata. De mondjuk vegyük csak azt a 4 sportágat, ami hagyományosan ugye vonzza a tömegeket, mert azt gondolom, hogy azért a tekét, tényleg női focit, azt nem ide soroljuk. Ilyen nagyságrendű városok, most hirtelen itt a Kecskemét, Nyíregyháza jut eszembe, ahol egyrészt most Kecskemét már megint lesz, de eddig nem volt élvonalbeli futball, viszont mit tudom én, volt egy hagyományosan erős röplabda csapat a Nyíregyházának, ugyanígy egy röplabda, egy kosárlabda csapat, és itt nagyjából el is fogynak a felsorolások. Valószínűleg ez megkönnyíti azt, hogy ezeket a támogatásokat az önkormányzat hogy osztja el. Itt volt egy kis, hát mondjuk kisebb csörte talán itt adás előtt bizonyos sportágak megítélése kapcsán, mindenkinek megvan a szíve csücske. Hogyha bárki egyszer azt mondaná, hogy akkor most Fehérváron az lesz, hogy az utánpótlás megmarad, ezek a gyerekek ugyanúgy sportolhatnak ebben a sok egyesületben, de ami a professzionális sportot illeti, a nemzetközi poronddal együtt, a nagy érdeklődéssel együtt, kiemelünk egy sportágat. És úgy, ahogy ilyen nagyságrendű városoknál máshol is előfordul, azt mondjuk, hogy Fehérvár legyen kézilabdaváros, vagy legyen kosárlabdaváros, vagy legyen röplabdaváros. Hogyan fogadnátok ezt? Figyelembe véve mondjuk, hogy a szubjektív hozzáállásotok milyen ezekhez a sportokhoz. Hát eleve kérdés, és akkor játszunk a gondolatokkal, és szokott lenni a költségvetés után a zsetonos bemutatót, hogy akkor hány zsetont kaphatunk, mert nem mindegy. Ugyanis, hogyha elég magas az az összeg, akkor én azt mondom, hogy legyünk labdarúgóváros, és csináljunk egy olyan csapatot, amely minden évben a Bajnokok Ligájában szerepel. Ez nem reális. Nem a város miatt, a futball jelenlegi piaci törvényei szerint. Szerintem ez nem reális. De álmodni lehet róla persze. Ez legyen a cél, mert a Fradinál sem volt mondjuk 8-10 évvel ezelőtt reális, most meg ott vagy, hogy tulajdonképpen nem jutsz be egy csoportkörbe, akkor szomorú vagy, és nem érted el az adott szezonban a célodat. Tehát ez lett az egyik, hogyha azt mondjuk, hogy jó nagy összegből, a kisebb összegből, akkor nyilván a női kézilabda az, ami... de nyilván az a legolcsóbb abban a tekintetben, hogy ott mondjuk tudom, pár évvel ezelőtt beszélgettünk róla, akkor 200-500, most azt mondom, hogy 400 millió forintból lehet olyan csapatot csinálni, amivel megnyered az Európa Ligát. Jó, te szereted a női kézilabdát, tehát igazából erre vonatkozó kérdésem, hogy szívbaj nélkül, vagy szívfájdalom nélkül elengednéd-e azt, hogy itt Fehérváron nem küzdő bajnoki címért a kosárlabda csapat, a Vidi majd eljátszogat a magyar bajnokságban, és hát a többit hokit nem tudom, nem. Zoli, a kosárcsapat nem küzd a bajnoki címért, a Vidi ebben a szezonban meg eljátszogatott a magyar bajnokságban. Van egy ékorok csapatunk, amely viszont ugye európai középligában azért nagyon szépen helytált. Tehát, hogy van, nyilván most nem mondom, hogy ennek van realitás, mert a városnak nem ez a hozzáállás a dologhoz. Csak látjuk a példákat, hogy sok helyen viszont így gondolkoznak. Ami szerintem nagyon fontos, hogy ki és milyen módon mondhatja egyáltalán ezt ki. Én azért nem szívesen válaszolnék erre a kérdésre, mert akkor ez egy hatalmi szóval kimondott központi döntés lenne. Én meg bízom benne, hogy ez a tanácsrendszerrel magunk mögött lett hagyva. Tehát ezt nem várhatjuk el a Városházától, hogy a Városháza hozzon ezekben a kérdésekben döntést. Mi megmondjuk, hogy mire, milyen támogatást tudunk adni, és az aztán részben már befolyásol, egyszerűen azért, mert ki fog derülni, hogy az adott klub, az adott klubvezetés, az adott szurkolótábor, az adott közösség, az adott sportág, az mit tud ehhez hozzátenni, és az pedig meg fogja határozni azt is, hogy a piaci körülményekkel, egy-egy sportág beágyazottságával összefüggésben ez milyen eredmények reális elérésére lesz majd elegendő, mert ez sportágtól
tökéletesen független, vagy függő, hiszen nem ugyanazt várhatjuk el egy labdarúgás adta versenyben, egy kézilabdában, és akkor most mehetnénk végig a sportágok között. Szerintem az eredményeket is teljesen máshogy kell értékelni, és bizony mondjuk ki, hogy a sportágak bekerülési költsége is óriási különbözőséget mutat. Európai szinten teljesen más egy csapat, amelyik mondjuk több tucat játékossal bír, drága infrastruktúrával, drága eszközzel, nagy nemzetközi versennyel, és akkor mehetnénk a másik oldalra. Én egy elemet emelnék ki, ami szerintem nagyon rossz irányba megy. Az nagyon üdvözölhető, hogy folyamatosan egyre több az adott szövetség elvárása, hogy a magyar játékosokat játszassuk, de nagyon sok sportágban nagyon kevés a minőségi magyar játékos, és irtózatosan, kimerem mondani, irreálisan magas összegekért. Mondjuk egy külföldi, egyébként lehet, hogy jobb képességű játékossal összevetve. Ez nem mindent tud megoldani a piac, de azért ez ennyire eltorzítani valamit a piactól, a teljesítménytől, szerintem az is fölvett egyébként problémát. Hát rossz a rendszer. Például a kosarasoknál, ahol kötelező a magyar játékos, ott nyilván jó magyar játékost akarsz, amiből kevés van, és hát nyilván az a jó kevés magyar játékos, vagy kevés jó magyar játékos, vagy jó kevés jó magyar játékos, az jó sok pénzt fog kérni. De mondjuk a politikusi én és a szurkolói én, az mennyiben vitatkozik egymással, amikor erről beszélünk, hiszen látható, hogy itt egy nagyon erősen központilag támogatott és osztogatott pénzen alakult ki ez a rendszer, ami épp azt nem hozza, amiért valaki kitalálta. Dori, mert szerintem van egy a probléma, amit nem érdemes kerülgetni, ki kell mondani, ki finanszírozza az élsportot. Ez Magyarországon, és ez nem csak ezekben az években van így, valljuk be, hanem évtizedekre visszamenőleg, mindig a közösség finanszírozta. A közösség alatt én egy államot, egy állami televíziót, vagy éppen egy önkormányzatot is értek, és most a pártpolitikát teljesen zárójelbe tettem. Miközben ebben a városban, csak mondom, menjünk Székesfehérváron kívülre, már bőven élnek olyan gazdag emberek, akik simán fölvállalhatnák mondjuk a Klagenfurti példára, hogy egyébként fönntartanak egy jégkorong csapatot. De ha mi ezt erre várunk, akkor nincs jégkorong csapatunk, mert láthatólag ez a fajta mecenatúra Magyarországon még egy-két kivételtől eltekintve, és őket tiszteljük nagyon, akár a múltba is egyébként mondjuk Alba Kompra visszaemlékezve, hogy ez mekkora dolog volt akkor a 90-es években megtenni, vagy a 2000-es évektől egy magyar tulajdonú cég esetében, mert azóta is ez olyan ritka, hogy szinte gyakorlatilag nincs is. Igen. És ezt tudná kiváltani az önkormányzati finanszírozást, mert szerintem az lenne a helyes, ha mi tudnánk mondjuk a létesítményekkel, meg az utánpótlással, meg a szabadidősporttal foglalkozni, az olyan mondjuk futóversenyekkel, mint ez a hétvégé volt, mert szerintem ez egy közösségügy, az élsportot meg megoldanák a vállalkozások, megoldanák egyébként a gazdag emberek, vagy egyébként azok a láncok, amelyeket nézem reklámként a külföldi ligákba megjelenni, mondjuk kézilabdába, ekkora feliratokkal, de nem látom, itt vannak, a fehérváriak hozzájukban mennek be bevásárolni, de egyébként nálunk nem jelennek meg, és nem mondjuk az extra adókat, mert adók előtt sem jelentek meg. Tehát láthatólag a Németországba oda megy és szponzorál, Ausztriába oda megy és szponzorál, Fehérváron, miközben ugyanúgy áruházokat működtet, ő mégsem megy oda és mégsem szponzorál. Így lehetne az önkormányzatot kiváltani egyébként ebből a fajta finanszírozásból. Ez egyébként a piacnak is, tehát nyilván mi más piac vagyunk méretét tekintve, mint mondjuk egy német. Nyilván ebben az esetben a jégkorong az más helyzetben van, hiszen több országon átívelő, nyilván sajátosságokkal bíró országokról beszélünk, de ott az már egy elég komoly piac, egy Ausztria, egy Olaszország, 10 milliós Magyarország, Szlovénia, jó most ugye csehek nem lesznek, de Szlovákia, szlovák csapat ugye megint lesz, tehát ott megvan ez a piac, és ott sem érzi az ember, hogy mondjuk ezek az áruházláncok, vagy ezek a cégek, akik azt mondják, hogy szimpátia alapon nem, mert nem ez az én gyökerem, és általában, hogy odaadnak szimpátia alapon sok pénzt, ahonnét ugye származnak, hanem hogy itt tényleg itt van egy ekkora piac, van egy sikeres hoki csapat, de nem látjuk ezt,
De ez valahogy az egész európai sport, erről is beszélünk kicsit adás előtt, mintha a problémája lenne, hiszen alig van egy-két csúcsliga, és kosárlabdára is igaz, hogy az Euroliga, mint saját önálló szerveződés a Nemzetközi Szövetségen kívül létrehozott üzleti alapú, és természetesen a Bajnokok Ligája, ami szintén lassan már az UEFA-tól független üzleti tevékenységnek tekinthető. Ezek azok a szintek, ahol bevételekből részesülnek résztvevők, tudnak gazdálkodni, és van egyfajta piaci forgás, és az összes többinél nem látjuk, akár még egy kézilabda Bajnokok Ligájában sem, hogy ez bevételt hozna egyébként a résztvevő nem kis költségvetésű csapatoknak. Az én kérdésem egyiket inkább arra vonatkozott, mert hogy említetted ezt a magyar játékosok hiányát, hogy az a fajta egyébként Magyarországon, azt gondolom a régióban egyedülálló állami mecenatúra finanszírozás, ami elvileg az utánpótlást támogatni jött létre, hogy ott van valami hiba, nem a adott pénzek nagyságát, hanem azok kihasználását tekintve. Még Krisztiántól azt akarom kérdezni, még az előző kérdésre visszatérve, miután lassan az összes csarnoknak meg stadionnak te vagy a hangja Fehérváron, hogy neked melyik sporták hiányozna, ha egyre tennék fel az összes zseton? Hát erre csak annyit... Az, amelyik nem fizet. Nem, erre csak egy klasszikussá vált edzői nyilatkozatot tudok idézni a kérdés elhangzásával kapcsolatban, hogy én nem hallottam ezt a kérdést, mert erre nincs jó válasz, úgyhogy ezt nem hallottam, ezt a kérdést. Másfelől pedig, ami nekem eszembe jutott, hogy a kiemelt, illetve látványsportágak támogatása ugye elindult, és itt Székesfehérváron, aki tudott és akart, élt lehetőséggel. Nyilván a teke azt hiszem még nem látványsportág, de hogy ők is, és azért a sportágak, a sikeres sportágak jelentős része ebbe a halmazba tartozik. Na most, ha nem lenne, nyilván nincsen ha kezdetű mondat, de ha nem élnénk ilyen nehéz időket, akkor a polgármester úr hogyan tudná elképzelni ennek a rendszernek a fenntartását, vagy milyen állami támogatás, mecenatúra, változtatást lenne szükséges ahhoz, hogy ha nincs is szponzor, de tovább prosperáljon, és a városra ne aggasszon olyan terheket, ami hosszú távon már nem biztos, hogy elviselhető. Nem két megállapítást fontos leszögeznünk. Az egyik, hogy ez tartósan nem lesz így fenntartható, mert az Európai Unió szabályok szerint szemben a kultúrával a sport az a versenyjog része, a piaci tevékenység, és mint piaci tevékenység közpénzből csak meghatározott arányokig és határokig támogatható. Tehát ezt inkább rövid, mint középtávon el kell kezdeni leépíteni az élsport vonatkozásában, mert jogilag nem adhatják oda majd az önkormányzatok a jövőben ezeket a támogatásokat. De bocsánat, nem ez kerülik ki úgy a németek, hogy az önkormányzat úgy ad pénzt a helyi futballcsapatnak, hogy a helyi szép hőn keresztül? Vannak ilyen kísérletek, de hát én természetesen nem feltételezhetem Nyugat-Európáról azt, hogy az Európai Uniós szabályokat ne tartanák be, hiszen magunkról szoktam azt hallani, hogy mindig kötelezettségszegési eljárás van, és gondolom az Európai Unió korrekt, tehát ha ilyet tapasztalnak, akkor ott is elindítaná ezeket az eljárásokat. Egyébként inkább azt a kérdést tenném ezzel kapcsolatban föl, hogy valóban szabad-e primér piaci szempontúnak tekinteni az élsportot? Szerintem nem. Még bármilyen furcsa, részben a labdarúgás sem tartozik ide, még európai szinten sem, akkor, ha fönn akarjuk tartani ennek az óriásinak a piramis rendszerét, tehát hogy a megyei első osztályig működik mindenhol. Mert nyilván azt csináljuk, mint az NFL Amerikába, akkor az működhet szimplán piaci alapon, de az alatt nincs utánpótlás, az alatt nincsenek kisebb csapatok, és nincs meg ennek az egésznek nincs a kiesés, feljutás, teljesen más a szisztéma, és akkor mondhatom nyilván az NBA-t, vagy éppen az NHL-t. Tehát teljesen más a logika, mint Európa vonatkozásában. Viszont szerintem a második probléma, ami nálunk nagyon nagy gond, így viszont szerintem még soha senki nem próbált sportot fönntartani, mint amit mi kísérletként megfogalmazunk, hogy a tévé nem fizet érdemben a portékáért. A labdarúgást leszámítva, bár ott is, amit hallok összeg, az nem tudom, hogy már mennyiben van arányban, ha a csapatok költségvetését néznék meg, de igen, ott még egy komoly összegről beszélünk. De előállítunk mondjuk itt Székesfehérváron, ennyi sportágban, amiről beszéltünk, másfél-kettő és fél órás televíziós tartalmat, amiért arra a mérkőzésre 1000 forintokban mérhető pénzt fizet
a televízió. Na most ez, na, ha valami fenntarthatatlan, akkor ez fenntarthatatlan, mert a mondjuk a labdarúgásból folyó bevételek döntő része az a televíziós és az ahhoz kapcsolódó reklámbevételek. Az Európa Liga vagy a Bajnokok Ligája a csapatok fele történő támogatásokat azt alapvetően a televíziós és reklámjogdíjakhoz kötődik. Honnan hirtelen kivennénk a televíziós jogdíjat, akkor Real Madrid holnaptól kezdve nem, hogy Bajnokok Ligáját nem nyerne, hanem gyakorlatilag megszűnne létezni. De nem lenne Bajnokok Ligája sem. Nem lenne Bajnokok Ligája. Tehát ez egyszerűen nem fog menni, hogy évi 10-15 millió forintos nagyságrendekért adjuk oda az egész éves mondjuk jégkoron közvetítési lehetőséget és jogot. És ez nem bántás kategória, hanem egyszer leértékeljük a egyébként sok száz millió forintból előállított produkciót, főleg akkor, ha a szponzorok egy része eleve nem is azért szponzor, mert a tévé adja. Na, és itt jön a probléma, hogy alapvetően megborultak ezek a viszonyok. Valaki vagy marketingértékért adjon a sportnak szponzorációs támogatást, vagy azért, mert egy olyan cég, vagy egy olyan magánszemély, gazdag magánszemély, akinek ez egyfajta mecenatúrája, és ahogy egyébként ő komoly támogatást ad mondjuk a zenekarnak, mert neki az egyébként fontos, ugyanúgy ad mondjuk fontos nagy összegű támogatást maga érzetéből egyébként a jégkorong csapatnak. Még egyszer azért mondom ezt mindig, mert azok a jégkorong csapatok, akikkel mi találkozunk egyébként ebben a nemzetközi ligában, azok sok esetben így történnek finansz. A Salzburg, az mindenki tudja, hogy mindegy, hogy Lipcsében van, mindegy, hogy Salzburgban van, mindegy, hogy a Forma 1-ben van, annak van mögötte egy mániákus, jó értelembe véve használom ezt, ember, és nyilván vannak marketing dolgok, és ezt a kettőt össze tudja hangolni. És ilyen emberből nyilván nem Forma 1-es csapat finanszírozási szinten, de magyar vagy ezekben a ligákban induló szinteken költségvetést biztosítani képes emberek, gazdag emberek már bőven vannak Magyarországon, és ebből nagyon keveset olyat látunk, akik egyébként az élsportba fölvállalva egy-egy klubot csinálják, néha azért is egyébként, mert ők ritkán vannak ezért, nem az, hogy megdicsérve, hanem inkább és ezt most megint vonatkoztassunk el egy kis településtől, azért, ha már emlékeztettem magunkat az Albakomp időszakára, lehet, hogy volt olyan pillanat, amikor Mináróvics János is úgy gondolta, hogy lehet, hogy felesleges volt neki ebben az egészben korát ösztökélni. Miközben nekünk az ő részéről csak a köszönet hangján van jogunk és okunk egyébként. De miért? Ott a gatyán azért őben is belerúgtak rendet, a Várszegit konkrétan elkergették a magyar sportból, a szurkolók részben, meg az egész közeg. Azért voltak itt, csak ugye főleg a Facebook huszárok idejében, meg a komment, vagy a fórum huszárok idejében, amikor tényleg sik ekézni azt, aki egyébként, akinek van pénze, és hogy had, és benne mindig az merül föl, hogy miért, és ahogy te is ugye azzal kezdted, hogy el kell mondani, hogy a kulturális intézmények is ugyanannyiba kerülnek, mint a sportlétesítményeknek a fönntartása, hogy miért kell Magyarországon magyarázkodni a kultúrával szemben, a sport irányában bárkinek? Miért gondoljuk azt, miközben Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban nem hiszem, hogy óriási különbséget tennének egy óriási filmcsillag, vagy egy óriási NFL csillag hát között, és nem emelik az egyiket a másik fölé. Tehát a kultúrának sincs azért olyan magánmecenatúrája Magyarországon, ami kiemelkedőnek mondható. Csak most, hogyha a sportról beszélünk, és most jönne egy szereplő, aki azt mondja, hogy figyelj, én nekem van x milliárd forintom arra, hogy itt a fehérvári röplabdát vagy a jégkorongot támogassam, akkor abban a pillanatban megjelennének azok a tényleg kommenthuszárok, meg azok a magukat egyébként közszereplőnek tartó emberek, akik rögtön föltennék a kérdést, hogy miért nem a kultúrát támogatja, miért nem az egészségügyet, és ki az, aki milliárdosként is akár fölvállalna egy ilyet, hogyha most csak és kizárólag a sportról beszélünk. Nem tudom, hogy ez az oka annak, hogy nincsenek ilyen milliárdosok, azt pedig zárójelben jegyzem csak meg, nem politikai vitát akarok generálni, hogy ellenben az állam például a kulturális taót kivezette ellentétben a sportaóval, tehát azért látjuk azt is, hogy a kultúra sincs feltétlenül a sporttal szemben. Most a magyar emberek gondolkodásáról a magyar emberek gondolkodás olyan, hogy nyilván mindig a szomszéd zöldje az, amit irigylünk, és mindig mindenki megtalálja, hogy kit kritizáljon. Viszont egy olyan felvetést szeretnék, mégis csak azért nézek le, mert itt az óra előttem, hogy mennyi idő van, ami valóban szintén egy, hát nem azt mondom, hogy valid, de már létező, legutóbb Kajzival éppen valamilyen talán forgatásról jöttünk haza, és beszélgettünk róla.
Ugye polgármester úr is említette, hogy a MÁV előre például egy feltámasztott kvázi esernyő szervezet, amely több szakosztálynak most olyanoknak is, amelyek tőle függetlenek voltak, ugye befogadta és saját otthont nyújt. És hát nem régi és nem, vagy régi és nem idegen ötlet, hogy Fehérvárnak is lehetne egy nagy egyesülete, amely ezeket az általunk most itt bőven tárgyalt szakosztályokat, önálló sportágokat fogná össze. Nem tudom, ennek valaha lesz-e még egyszer realitása, volt nekünk nagyon sok szakosztályos videótonunk, hogy ezek a jelenleg azért önálló gazdálkodási szervezetként működésének előnyeit is élvező egyesületek hajlandók lennének erre, és segítene ez rajtuk, hogyha lenne egy városi nagy egyesület, amelyben ők versenyeznének. Szerintem az, hogy ennyi sportágnál egy nagy legyen, aznak szerintem nincs igazán realitása. Az, hogy a látványsportágakon belül van egyfajta közös brand, amiben beleértem a város marketing értéket is, az azért nem kivitelezhetetlen szerintem a jövőre nézve, még ha nem is megy egyik pillanatra a másikra, mert én azt látom Európában, hogy a nagyon nagy klubok ebbe az irányba mennek. És nem csak a spanyol két óriásra gondolok, hanem ugye egy Bayern München is ebbe az irányba lépett el, de azt látom, hogy Dortmundba is efele mennek a dolgok, és léphetnénk az angol száz dolgokat. Azért venném külön, mert ott mindig minden egy kicsit másképp működik. Ott például a színházak azok nem állami vagy önkormányzati fenntartási színházak, hanem ugyanolyan üzleti vállalkozások. Igen. Szemben velünk. Szerintem egyébként ez a modell jó, és mondjuk az előző két évben az, hogy stabilan tudott a kultúra működni, az nagyban volt visszavezethető arra, hogy az állam és az önkormányzattól egy garantált, biztonságos háttérfinanszírozás biztosítva volt. De a sport tekintetében szerintem ott kellene elkezdeni, hogy ahogy már említetted is, hogy egyszerűen legalább ne legyen adott sportágon belül több. Tehát most nézzük meg az 5 tusát, vagy 4,5 tusát, vagy nem tudom, hogy most 4 tusa plusz 1-en. Tusa lesz most már. Mert ugye most várakozunk, hogy ott pontosan mi fog történni. Ez egyszerűen hosszú távon örülünk, ha az országban lesz 3-4-5 tusa szervezet, nem hogy Fehérváron 2. Azt hittem, hogy ebből mind a 3-4 itt fog működni. Tehát, hogy legalább ebbe az irányba el kéne menni. Én mindig elmondom, hogy én kosárlabdánál sem örülök annak, hogy az utánpótlás két fele ment. Nem hiszem, hogy ez lenne a jövő. Szerintem fontos lenne, hogy a nagy klubok alatt legyenek a nagy utánpótlás műhelyek, és ha ez stabil, akkor utána lehet megnézni, hogy ezeket a klubokat hogy lehet a jövőben adott esetben egymáshoz közelebb hozni. Nem tudom, hogy valóban elgondolva, hogy tényleg látjuk, milyen önálló utat jár, és például ugye speciál a Jégkorong csapat névadó szponzorral is rendelkezik, tehát valamilyen szinten azért léptek ebben az esetben. Nyilván nem tagozódnának be feltétlenül ilyen nagy egyesületbe, viszont talán a szurkolók vagy a város polgárai jobban magukénak éreznének egy ilyen nagy egyesületet, attól függetlenül, hogy ettől még nem biztos, hogy elkezdenek kézi meccsre járni az, aki alapvetően hokira. Nem, de egyébként a szurkolóknál lehet családi bérleteket kialakítani, erre meg lesz az infrastruktúra, hiszen egyébként, ha belép az új jégcsarnok, az egy 6000-es csarnok. Tehát örülünk a mostani 2500-3000 embernek a Raktár utcába, csak ennek éppen a duplája lesz létszámát befogadó képességét tekintve a csarnok. Ott én például régóta mondom a jégkorong és a labdarúgás vezetőinek is, hogy ott érdemes lenne átgondolni olyan családi szektorokat, ahol úgy lehet mondjuk bérletet vásárolni egy családnak, hogy egyébként az ide is jó, oda is jó. Különösen, hogy ez a két liga nagyon ritkán játszik egy nap bajnoki mérkőzést, vagy akár nemzetközi kupa mérkőzést, tehát a szurkoló tényleg ide is tudna menni, oda is tudna menni. Ha ezt ki lehetne alakítani, akkor az valójában a szurkolói fronton jó a szurkolónak, jó a nézőnek, szerintem jó a közösségi erőnek, magyarul a városnak. Egyébként szerintem egy plusz bevételt hozhat egy adott klubnak, hiszen olyan nézőt is meg tud szólítani, aki nem biztos, hogy egyébként kimenne, és hát jó a hangulatot tekintve, mert nem mindegy, hogy félház van egy csarnokban, vagy egy negyedház van egy stadionban, vagy egyébként ennél több néző van. Az utolsó bajnokin a Vidi Pakson volt 4200 néző, ami nem horribilis, de a 4200 nézővel már olyan hangulat volt a stadionban, hogy már igazi labdarúgó mérkőzés feelingje volt az egésznek. Mondom, 4200, nem 14000-rel telt házzal, hanem 4200-a. De elképzelni az új jogcsarnokban, mondjuk az alsó karéj megtelik 4000 emberrel,
az azért szólni fog egy új létesítményben is. Most bocsánat, nem akarom megbontani a gondolatmenetet, de egy dolog jutott eszembe, ami még azért közeli emlék, hogy nemrég még ültünk kukán, sportszerető emberek, hogy hát se meccs, és nem is lehet kimenni, csak így, vagy úgy, vagy amúgy, meg leálltak a bajnokságok, és mekkorát fordult a világ rövid idő alatt. Van sport, van élet, van egészség, reméljük, hogy hosszú távon és stabilan, és most ilyen kellemes gondokról beszélgetünk, hogy ez azért furcsa. És tudjuk hozzá, hogy és ezt túlélte a fehérvári sport. Itt szerintem azért kiemelhetjük a klubvezetőknek a jó munkáját, mert ez egyáltalán nem volt magától értetődő, ez a másfél-két esztendő, mert csak negatív tényező volt, ami befolyásolta az e-sportot, és ehhez képest még eredmények is voltak. Szerintem igenis érdemes ezt nem létező kalapunkat egy kicsit megemelni ebben a vonatkozásban. Én nem akarok egyébként, csak zárszóként, nem akarok ötletet adni, mert ugye pénteken is én erre rákérdeztem, erre a Mamut klubra, hogy ennek van-e realitás, és így akkor azt válaszoltad, hogy hát nyilván föntről megmondani ezeknek az egyesületeknek, hogy most akkor egységbe, egy egyesületbe tömörülni, hát nem kell megmondani, azt lehet egyébként szerintem csinálni, hogy azt mondja, hogy akkor van egy egyesület, amit most létrehozott valaki, az lesz az Nagy Mamut Egyesület, és akkor ennek támogatja mostantól a kosárlabda szakosztályát az önkormányzat. Vagy akkor adják az összes pénzt a női kézinek. Nem, elfogult vagyok, de ennyire nem. Úgy, ez nem. Szeretném tisztázni, hogy ez nem az önkormányzat hivatalos álláspontja. De azért kellene egy vezérigazgató is ennek a Mamutlónak az élére, nem? Kommunikációs vezető. Igen, csak a klubkötődést ne vizsgálják akkor túlzottan. Itt még kialakulhat összeférhetetlenség. Kiderül, hogy valakinek másfelé dobog még a szíve. Na, 5 percünk maradt körülbelül adásidőből, ami nagyon kevés, főleg, hogyha egy nagyobb témába belevágnánk, úgyhogy tényleg csak nagyon röviden szeretném azt megkérdezni, hogy azért a most véget ért szezonról, amit lassan tényleg magunk mögött tudod, mi az, ami elsődle az eszetekbe jut, mi az, ami az igazi sikernek tekinthető, és hogy fogunk visszagondolni. Azt leszámítva, amiről Krisztián is beszél, hogy mindannyian nagyon örülünk, hogy egy teljes értékű szurkolók előtt zajló sportszezon tudtunk zárni. Ha mosom magyarul már legyőzés. Szerintem sokkal jobb lesz az idény vége, mint az idény közepén ez tűnt. Mert voltak egészen tragikus időszakok is bizonyos sportágok esetében, és még olyan sportágnál is, ahol kifejezetten történelmi lett az idény. Tehát ne felejtsük el, hogy jégkorongban se nyertük meg a Magyar Kupát, ami engem egyszerűen bosszant. Ezt azért merem mondani, hogy a játékosok is ismerik a véleményemet, tehát ilyen nincsen nekünk minden évben a Magyar Kupában, be kell bizonyítani, hogy ég és föld az a játék, amit mi játszunk, az a csapat lehetőségekkel, amivel mi rendelkezünk. De szinte sose sikerül. De ez egyszerűen nagyon ritkán sikerül. De aztán pedig elértük azt a fantasztikus sikert, hogy teljesen megérdemelten döntőt játszott a csapat, sőt nem csak döntőt játszott, hanem szerintem egy pici nagyobb rutinnal, az egyéb körülményekről beszéljünk, ez a döntő még szorosabb is lehetett volna, és hát kijutottunk abba a Bajnokok Ligájába, hogy olyan pénzbe fog kerülni, nem is kevésbe, de mégiscsak egy óriási előrelépés, és jó reklámja majd a belépő új csarnok közeledésének. Kosárlabdában szerintem nagyon hullámzó ez az idény, de azért mégiscsak 4 között van a csapat, bizakodjunk benne, hogy esetleg még egy bravúr benne van Szombathelyen. Mind a két eddig lejátszott Alba Falkó mérkőzésen ez a csapat bizonyította, hogy az egyetlen igazán olyan együttes, amik felveszi ezzel a toronymagas esélyesnek kikiáltott Falkóval a meccset, azok mi vagyunk, és egy picit jobb légiós teljesítménnyel lehet ne ebben az elődöntőben eredményt elérni. És a bronzérem lehet, ami azért szerintem egy dobogó, azt nem kell megmagyarázni, azt szerintem egy jó idény. A kupáért azért vagyok mérges, mert ott be kellett volna jutni a döntőbe, játszani a Szolnokkal egy döntőt, és meg lehetett volna idén egy kupa győzelem azáltal, hogy a Falkot kiverték előttünk. De a kosárlabdánál ezt így látom, ott nagyon nagy kérdésnek látom, hogy belépe egy-két új nagy támogató, tehát ezt a szintet akkor tudja az Alba tartani, hogyha megjelenik egy-két támogató a következő idényre. A kézilabdánál nálam mindig az a kérdés, hogy a fiatalokkal mi a helyzet, az ő beépítésükkel mi a helyzet, és ahhoz képest milyen eredményt érünk el
a bajnokságban, hiszen ott tudjuk, hogy a top csapatokkal jelenleg nincs esély anyagi, pénzügyi értelemben versenyezni. Szerintem így kell ezt az idényt értelmezni, és hát egy nagy klasszis pedig visszavonult, ami ez az idényhez mindenképpen hozzá tartozik. Nyilván röplabdáról nem kell beszélni, hiszen két feljutó csapatról van szó, amerikai foci még zajlik, de ott az igazi nagy dobbanás és dobogóra való fellépés és elugrás vagy elrugaszkodás az majd 23 május júniusában történik, amikor egy teljesen más kávézóba tud a Entrones belépni. Most szeretném azt rögzíteni, hogy sokkal, de sokkal profibb szemléletű körülmények közötti ligába, mind a foci kivételével én eddig bármivel az európai sportág között találkoztam, ami szerintem nagyon érdekes, de majd erről beszéljünk a következő adásban. Így van, mert az a rossz hírem van, fiúk, hogy a polgármester volt a vendégünk, úgyhogy kevesebbet tudtatok beszélni, de majdnem minden témát, amit szerettünk volna, érintettünk, és hát nincs azért még teljesen vége ennek a szezonnak, úgyhogy lesz még adásunk a jövő héten is. Polgármester urat pedig természetesen bármikor szívesen várjuk a következő időszakban sportkérdéseiről beszélgetni. Köszönöm a lehetőséget, és hajrá Fehérvári Sport! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, a kedves nézőknek pedig a figyelmet, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.